2013. szeptemberében megkezdtük a gimnáziumot. Összesen 67-en kezdtük az évfolyamat, abból az évek során sokan elmentek, és jó néhányan csatlakoztak is hozzánk. Volt, aki csak 2 évig volt osztálytársunk, és 11-ben cserediákként Hézel és Gerol sokunk szívébe lopták be magukat. Így 12. végéhez közelítve, az A osztályban 30-an, a B osztályban pedig 28-an vagyunk. A kezdetekben sok időbe telt megtanulni egymás nevét, beceneveit. Én például legalább 1/2 évig azt hittem egyik osztálytársamra, hogy ő valakinek az öccse, és a tesóját csak elkíséri az órák. Az első év szüneteit általában az udvaron töltöttük. Így visszagondolva nagyon hangosak és idegesítőek voltunk. A bésekkel az évek során mindig rivalizáltunk a tanulmányi mozgalmakban és a sportokban. Az utóbbiban szerintem mindig mi voltunk a jobbak. 8 évvel ezelőtt nem tudtuk, mi fog ránk várni, de minden évvel izgatottan vártunk, és most büszkén állunk a bányaiban az érettségi előtt. Kezdetekben, mint minden más osztályban, ugye a sajátunkban is nehezen indult az ismerkedés és az együttműködés. Hogy ezt a problémát kiküszöböljem, saját partársammal, Pável és Zsófiával közelebbi kapcsolatot alakítottam ki, már amennyire 12 évesen lehetett. Az együtt töltött közel 3 hónap alatt hal ízű hajápoló magfogyasztást is kénytelen voltam bevállalni, melyet alátámasztani kívántam az osztályban lévő férfi nem bátorságát. Sajnálatos módon a szétültetés nem bírta ki erős szerelmünk, így közös megegyezésre véget vetettünk a dolognak, és beletörődtünk sorsunkba. Ha visszagondolok a 7. évfolyamra, szétültök. Üvöltés, verekedés, szag, földre esett szendvicsek és a szeméthegyek tetején a telefonunk által rabul ejtett éppen hogy kamaszkorba lépő diákok. Emlékszem, amikor kicsi a lakás játszottunk egy megfelelőnek tűnő pillanatban, de Berkesz tanár úr mindig jókor volt rossz helyen, amikor ilyenek történtek, és az ajtó sosem akkor volt csukva, amikor arra szükség lett volna. Egy cserdő tele van álmokkal. Legnagyobb vágyaink között szerepelt egy új karakter a kedvenc játékunkban, frissen mikrózott töltött szendvics, vagy hogy végre le tudjunk csúszni azon az átkozott aula korláton anélkül, hogy valamelyik tesi tanár észrevenni. Mindeközben a szüleink egyszer-egyszer rám gondoltak. Szerintük a laborban kísérleteztünk, és legnagyobb vágyunk, hogy szobánk falán a periódusos rendszer egy biológiai rendszertan poszterrel karöltve díszelegjen. Nem így volt. De mégis, akkor lettek elvetve a tudománykertjének legfontosabb virágai bennünk, és azóta már nyílnak, vagy talán már el is nyíltak. Osztályunk magatartása az évek alatt nem volt mindig példás, ennek következményeként osztálykirándulásaink száma is csekélyre sikeredett. Ennek ellenére azok, amelyekre elmentünk, mind élvezetesek voltak, ilyen volt például a 8. kirándulásunk a Tiszatóhoz. Egy kalandos túrára indultunk, mocsarakon és vizeken át. A túra egyik szakaszán kisebb csónakokba kellett átkelnünk, ahol a vezető csak egy fontos szabályt említett be, hogy ne álljunk fel az út során, mivel a csónakok rendkívül ingatagok és könnyen borulnak. Az egyébként rendetlen osztályunk meglepően szófogadóan indult neki az átkelésnek, azonban kísérő tanárunk Misi bácsi úgy gondolta, a csónakba felállva tudja legjobban láncsavigre kapni a tárgyat. Meg is történt a baj. A csónak megvillant, Gelet a tanár úr a vízbe esett, a fényképező gépével együtt. A 9. osztály elsősorban Kollár-Annának volt igazán emlékezetes, mert szeptemberben az első informatika órán Pinnicki tanárnő arra buzdította, hogy mutatkozzon be, mint az új fiú osztálytársunk, pedig Anna csak a frizuráját újította be a nyáron. Viszont ez az év különleges volt a fiú osztálytársaink számára is, ugyanis belekezdtek a zöldségtermesztésbe az osztályteremben, amihez az elhagyott tornacipőket hasznosították Kaspó jelent. Persze a növények gyorsan a kukába landoltak, mert az osztályfőnökünk hazaért a francia útról. A csapat olyan emberek közössége, amelynek tagjai kiállnak egymásért.
osztályfőnökünk, osztálycsapatunknak nem csak vezetője, de egyben megvesült tagja. Legyen szó szaktanárral való probléma megoldásról, vagy Franciaországba látogató csapatunkat megverni kívánó francia úriemberekkel való szembenállásról egy tanulmányi kirándulás során, a tanárnőre számíthatott az osztály. Az iskola által szervezett tanulmányi kirándulásoknak rendkívül nagy a közösségépítő szerepe. Szerintem a kirándulás során nyert értelmet a sok jó ember kis helyen is elfér közmondás, hisz akár Formula 1 szobában való tömörülésről, vagy éppen a buszpadlóján való alvásról volt szó, mindent megoldottunk. Hozzátenném, hogy a nívós programok mellett a kirándulások két dolgot tanítottak meg nekünk. Megbeszélt időponthoz képest késni főben járó bűn, illetve az otthoni posztán nincsen jobb. Leleményes osztály voltunk. Igazolja ezt az osztály szinten megvásárolt vízforralónk is, ami diáktársaink irítsége és fanszerkedése miatt mindössze 7 napot élt. Pedig az ötletből jövő nyereménytábla kiváló búvóhelyet biztosított a mi kis titkunknak, nem tűnt fel tanárainknak még az sem, hogy bögrével esetenként evőeszközzel jártunk az órákra. Nem sokkal ezután már mindegy volt, hiszen a bögréink és evőeszközeink hazaköltöztek, és feltűnés nélkül váltak az online órák részévé. Ezt a kilátástalan időszakot színesítette Sári is, aki lelkesen blogolt magyar órán, csak a mikrofont felejtette el kikapcsolni. Kornél szoba ablakának kontaktóra repült neki egy rigó. Kétségbe esetten próbáltuk közösen online megmenteni a sérült állatot, ami sajnos nem sikerült. A postás is rendszeres látogató volt az órákon, Zsomborékhoz felelés közben látogatott el, akinek emiatt ki kellett menni megfogni a kutyát. Zsombor megúszta a felelést. Az utolsó évünket sok reménnyel kezdtük, mivel úgy tűnt, hogy javult a járványhelyzet. Neki is fogtunk a 12-es teendőinknek, ezek közé tartozott például a szalagavató tánc elsajátítása is. Mi fiúk kétségekkel indultunk neki a táncpróbáknak, próbáltunk nem a lányok lábára lépni. Laci nem csak táncolni tanult meg, hanem azt is, hogy C-vel lehet a zenét újraindítani. Amikor viszont már a kocsmákban is ingyen lehetett kapni a sört, éreztük, hogy újra rosszra fordult a helyzet, és visszatérünk az online oktatáshoz. Tisztelt iskolavezetés, kedves tanáraink! Az elmúlt időszak nagy megpróbáltatásai közepette sok kihívással néztünk és nézünk szemben. Aggódunk a szeretteinkért, küzdünk a bezártsággal, a magánnyal, igyekszünk alkalmazkodni az új világrendhez, és próbáljuk feldolgozni mindazon veszteségeket, amit a járvány alatt szenvedtünk el. A végzős évfolyam nevében köszönetet szeretnék mondani a szakadatlan kitartásért, amit a koronavírus alatt az elmúlt két tanévben tapasztaltunk. A kétségbejtő körülmények közt az iskola az első perctől kezdve minden várakozást felülmúlva vette az akadályokat, és működött tovább az online térben. Ezért óriási hálával tartozunk. Köszönjük az iskolavezetésnek és a tanári karnak, hogy ebben az új rendszerben is helytállnak, és megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy az oktatás minőségben töretlen maradhasson. Köszönjük, hogy az iskola, még ha online formában is egy biztos pontja lehet a mindennapjainknak, ebben a kiszámíthatatlan helyzetben, és a tanárainkra mindig számíthattunk és számíthatunk most is. Köszönjük! Swept aside that breathless candlelight, I felt her breathing and I started singing. Soldiers, they will come, and soldiers, they will.